egy szeánsz. Hogy beülök, és nem csendben ül az ember, miközben csinálja, hanem a vendégem mondja a kis életét. Vagy hogy miért szeretné, miért pont az, mit jelent neki. És én ott vagyok, mint egy pszichológus, és végighallgatom. És egyszerűen jó érzés, hogy így megbíznak bennem, elmondják, hogy mit jelent, és én tudom azt, hogy mit jelent neki, de senki más úgy. Nyilván, hogyha én meg akarom őrizni magamnak, hogy mit jelent nekem, akkor nem mondom el senkinek. Viszont ott van az az egy személy, aki tudja, aki csinálta nekem. Schuster Dóra gyerekkora óta szerelmese a papírnak és a színeknek. Hamar kiderült róla, hogy kiváló rajzkészsége van. Akkor előre haladtával szembe találta magát egy újfajta kifejezési eszközzel, a tetoválással, ami megítélése szerint pont annyira művészet, mint mondjuk a festészet. Nem látom értelmét a papírnál maradni, mondta. Már annyi művész kallódik a világban, és nem találnak el ismerést, hogy én valahogy máshogy akartam kitűnni. Olyan 5-6 éves koromban, amikor először láttam a tévében ezt a Miami Ink, LA Ink, Kat Von D féle műsorokat, és már akkor nagyon tetszett. A meghatározó pont az kb. 14 éves koromban történt, amikor volt egy nagyon rossz időszak az életemben, és akkor csináltattam az első tetoválásomat is, és annyira megtetszett, hogy ez egy emlék, egy lezárás, és hogy ezt valaki meg tudta nekem alkotni, és akkor döntöttem el, hogy én is egy olyan személy szeretnék lenni, aki az emberek életében egy fontos szerepet tölt be. Mindenki valamiért tetováltat. Most van olyan, aki azért, mert hűha, megtetszett ez a minta valakin, vagy az interneten láttam, vagy tévében láttam, és kell, de azért a legtöbbnek jelentése van, egy saját kis jelentése. Sokszor szívesen mondanám, hogy ne csináltassa meg magára a kiválasztott mintát, de nem tehetem, mondta Dóra. Az a tapasztalatom, hogy sokan eltökélten ragaszkodnak ahhoz, amit kiválasztottak, és nem lehet lebeszélni róla őket, még ha nem is áll majd jól nekik. Nekem az a kötelességem, hogy megcsináljam neki, amit szeretne. Most, hogyha megbánja, azért már nem tudok garanciát vállalni. Az az igazság, hogy Magyarországon még mindig nincs olyan kultúrája, mint akár nyugaton, akár keleten, és valószínűleg soha nem is lesz, mert egészen más alapokon indulunk, és inkább Magyarországon divatba jött. Én kevés esélyt látok rá, hogy átformálódjon. Egyszerűen nincs meg az a kulturális alap. Nagyon sokan elítélik még mai napig itthon a tetoválásokat, meg nagyon sokan ugye ez a börtön, bűnözés, gettóhoz kötik, és egyszerűen nem olyan a gondolkozásmódunk, mint például nyugaton vagy keleten. Van, aki túltolja, van olyan, de szerintem jó, hogyha most már kezd úgy művészetként megjelenni, mert ugye a bőr is egy vászon, amire a tetováló fest. Szerintem ez egyáltalán nem probléma, amíg tényleg olyan jó körülmények között, meg jó stílusban adják elő, addig nincs olyan nagy probléma ezzel, hogyha az ember ki van varva. Minden tetoválónak megvan a maga stílusa, és a szakértők a vonalvezetésből megmondják a nagyokról, ki volt az alkotó. Még nem tetoválok olyan régóta, hogy felfedeztem volna a sajátomat, de próbálok elindulni egy ilyen saját, modern, realisztikus módon inkább. Nekem az a kézenfekvő, a portrék. Dóra a tetoválás mellett rátalált a rajzfilmrajzolás élményére is. Ezt a japán kultúrát szerettem, követtem, nagyon sok rajzfilmet, animét néztem, és úgy döntöttem, megpróbálom a saját kis kézmintámra megteremteni a saját kis rajzfilmemet, és nagyon sokat rajzoltam, aztán ez kinőtte magát ugye egy művészeti sulivá. Igazából ez a japán kultúra, ez inkább a felnőtteknek szól, szóval kicsit mélyebb jelentésük van, mint például egy vuknak, és nagyon sokan elítélik ezt is, mert hogy ez is rajzfilm, meg gyerekeknek való, de tényleg van benne olyan tartalom, amit a legtöbb felnőtt is simán átvehetne magának. Ez egyszer csak jött, megtaláltam, elkezdtem nézni, utána elkezdett érdekelni a kultúra is, elkezdtem járni olyan közösségbe, ahol ugye ezzel foglalkoznak, ugye magát az ízvilágot is kipróbáltam, nagyon szeretem. Teljesen mások az értékrendek, teljesen más világ. Azt szeretném közölni, vagy inkább üzenni az embereknek, hogy ne szűküljenek be egy fókuszba, hanem nézzenek és lássanak egy szélesebb perspektívában is, tette hozzá. Hogy nem csak az van, ami előttünk van, hanem a világ hatalmas, egyedi, és mindent meg kell tapasztalni.